Matilda vagyok, és a mai videóban könyves karácsonyfát fogok csinálni, ahogyan azt minden évben szoktam, de két dolog most máshogy fog kinézni. Egyrészt most még nincsen, olyan december 23-án szoktam, vagy így december 22 karácsony előtt közvetlenül ugye megépítem a kis karácsonyfájaim, könyv karácsonyfámat, és ja, azt így ott hagyom egy órára, aztán visszapakolok mindent a polcra, és még nincsen, még csak december közepe van, úgyhogy kicsit előrébb járok. Viszont már láttam Instagramon egy posztot egy nagyon menő megoldásról, ami könyves karácsonyfa volt gyakorlatilag, úgyhogy ma azt szeretném kipróbálni, és hogyha sikerül, akkor karácsonyig úgy fog kinézni a polcom, ahogy. Könyves karácsonyfát építek gyakorlatilag, csak nem úgy, mint eddig, úgyhogy meglátjuk, milyen lesz. Mert az a lényeg, hogy ez a polc lesz a teteje, és ez a polc lesz az alja. És lehet távolabb kell vinnem a kamerát, és ide kell hoznom a fellépőt, mert pici vagyok, és most már a legfelső polcon is vannak könyvek. Szóval megvan a céleszköz. Mint mondottam, pici vagyok. Jó. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez működni fog, de hát lássuk. Szóval az lenne a terv, hogy itt van a karácsonyfa teteje, tehát itt középen úgy fog kinézni, ahogy. És lesz egy, kettő, három ilyen karácsonyfa ága a dolognak. Igen, úgyhogy reméljük, hogy nem fog borzasztóan kinézni és hasonlítani fog egy karácsonyfára. Thank you.
No, hát ilyen lett. Egész karácsonyfás, bár nem egészen úgy néz ki, hogy elképzeltem. Ja, hát nem tudom, hogy ez itt fog-e maradni, mert annyira nem tetszik. Azt hittem, egyébként az a baj, hogy fehér a polcom, és ugye kifordítva a könyvlapok is fehérek, és így nem olyan kontrasztos, mint amit én láttam posztot, mert ott barna vagy fekete volt a könyves polc, és ahhoz képest nyilván tök jól elütött a kifordított könyv. Ez az én polcomon annyira nem... Nem jött össze. Hát, igen. Visszakapcsolom a villanyt. Szóval igen, szóval ez lenne, fogjuk rá, ez a karácsonyfa. Míg eldöntöm, mi legyen a sorsa. Odébb is jövök, még lássátok ezt a csodás fát, amit próbáltam itt kreálni. Hát nem lett rossz, de olyan túl jó se, nem tudom. Na mindegy, úgyhogy igen, ez is egy megoldás. Szerintem sokkal jobban néznek ki, hogyha mondjuk sötétebb színű polcom lenne, ami nincsen, úgyhogy így abból gazdálkodtam, ami van. Szóval nagyjából ez lett volna az idei karácsony könyves karácsonyfa építésem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, mert idén még egyszer találkozunk, és boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket mindenkinek!